tragikus személyes történelem 56-ra emlékezett János Somorja. Továbbra is kevesen jönnek segíteni véradás városunkban. Felsőssé avatott ötödikesek gólyabálon nevettek és buliztak a diákok. Köszöntöm Önöket! A Szabadság emlékoszlopnál tisztelgett az 56-os hősök és áldozatok előtt János Somorja. A kopjafánál koszorút helyeztek el a helyi civil szervezetek és az önkormányzat is szerdán délután. Szerettük Kádár János bácsit! Szokatlan mondat egy 56-os megemlékezésen, mégis a fiatalabb generációk évekig nem tudhatták meg az igazságot. Nem könnyű egy olyan forradalomról beszélni, amit koromnál fogva személyesen nem élhettem át, amit az iskolában nekünk nem tanítottak, és amit a mi történelem könyvünkből kihagytak. János Somorján szerdán a Szabadság emlékoszlopnál a harcok és a megtorlás áldozata jelölt hajtott fejet a város. 1956-ban aktív és meghatározó résztvevői voltak a forradalomnak a nők. Katona Andrea tagó volt a vezető, a nők szerepének fontosságáról beszélt. Akik amellett, hogy együtt harcoltak a férfiakkal, benzines palackokat töltöttek, géppisztollyal a vállukon járőröztek, röpcédulákat gyártottak, mindeközben mostak, kenyeret kentek, teát főztek, gyereket gondoztak, sebesültet ápoltak, s ha kellett, természetesen tartották a lelket a férfiakban. Ma is fontos feladatunk 1956 történelmi igazságának, hitelességének, méltóságának megértése. A helyi Bologt színtársulat idézte fel a tragédiákat versben, dalban. Koszorút helyeztek el a civil szervezetek és az önkormányzat. 56 után János Somorján is sokakat gyászoltak és gyászolnak a mai napig. Rengeteg helyi lakos vett részt a mosonmagyaróvári véres tüntetésen. Ott voltak a rokonaim, ott meg is haltak, és sokan eltűntek is az apukámnak a családjából. Mi történt velük, lehet-e azt? Tudták-e azt? Kettő testvérivő, nem tudtunk semmit se, hogy mi lett velük, meg hol tűntek el. Csak elmentek dolgozni, és nem mentek haza. És azóta sem tudtak róluk semmit? Semmit se. Sok fiatal tartja fontosnak, hogy megismerje a tragédiákat, ha máshogy nem, hát családja ismerősei elbeszéléséből. Belelőttek a tömegbe, és a melletté lévő két legjobb barátját lelőtték, és ott véreztek el mellette. A város a végnapokban fontos szerepet töltött be. A 200 000 emigránsból több tízezren János Somorján át menekültek, hogy a Hanságon keresztül Ausztriába szökjenek. Elment visszatér. Akadt itt, aki maga is egykor erre menekült külföldre, majd később ide települt vissza. Ő a hazától távol töltött évtizedekre emlékezik fájdalmasan. Az ember soha nem tudta elfelejteni azt, hogy magyar. Például bárhol, hogyha valami magyart látunk, vagy magyar zászlót, azonnal megálltunk, próbáltunk ismerkedni. És ugye ott volt ez a malév. Ezek piros-fehér-zöld zászlóval hirdettek New Yorkba, és akkor megváltoztatták háromsávos kékre. Azonnal a magyarok többet a malévval nem mentek, mert az embernek elszorult a szíve, amikor látta piros-fehér-zöldet, és ezt az egyet is elvették a külföldi magyarokról. Úgyhogy a malévnak ezt máig se tudtam megbocsájtani. Azt hitted, véget ért a rabság, és hogy elérkezik végre a szabadság, és hogy mert szabad vagy, a jövődet is visszaadják. János Somorján 2003-ban emelték a Szabadság emlékoszlopot, az önkormányzat és civilek, idősek és fiatalok összefogva. A kopjafa mindhárom magyar szabadságharc hősei előtt tiszteleg. 56 tragikus eseményei mindhárom település részt sújtották. A mosonmagyaróvári sortűznek több János Somorjai esett áldozatul. A menekülők közül több tízezren vettek itt búcsút Magyarországtól. Az események akkori részesei szombaton János Somorján és a magyaróvári gyásztéren tisztelegtek az áldozatok hősök előtt. A menekülők közül sok százan itt, a Mosontarcsára vezető úton hagyták el Magyarországot. Több mint 180 ezer magyar hagyta el hazáját 1956-ban. Közülük sokan a Tarcsai úton és az Andaui hídon keresztül indultak nyugatra. Rájuk is emlékeztek szombaton a Puszta Somorjai emlékkopja fánál. A podgyászba zárt vagyonukon kívül nem vittek mást magukkal, csak a sorsukat,
és magyarságukat. Hajas Gábor a Bécsi Magyar Követség képviselője beszédében hangsúlyozta, hogy sok magyar a külföldiekkel ellentétben nem érti, mi történt 56-ban Magyarországon, így nem tud megfelelően emlékezni és gyászolni sem. Túl sok már a halott a magyar történelemben. Túl sok magyar vér folyt el. A megemlékezésen a Bécsi Európa Klub elnöke dr. Smuk András is részt vett, aki maga is 56-os menekült, de az elmúlt években rengeteget tett azért is, hogy méltó emléket állítson az 57 évvel ezelőtt történteknek. Munkásságát most a Magyar Érdemrend Középkeresztje díjjal jutalmazták. Az 56-os generáció kezd, a sorai kezdnek ritkulni, egyre kevesebben vagyunk van. És tehát valahogy az ilyen emlék, kopjafák emlékművek azért nagyon fontosak. Nem azok részére, akik a 56-ban, hanem az új, a fiatal generáció számára, hogy azért emlékezzenek arra, hogy mi is volt akkor. A kopjafát két éve közösen emelte a Bécsi Európa Klub és a város önkormányzata, hogy mindenki méltóképp emlékezhessen a menekülőkre. Azok az emberek, akik 1956. november 4-e utána, akkor bejöttek a szovjet csapatok, tömegével menekültek külföldre, nyugatra, azok a szabadságukat féltették, és ezért menekültek. És ez az emlékmű is arra kell, hogy emlékeztessünk bennünket most 2013-ban, hogy mennyire fontos az embereknek a szabadság. Kelemen Rezső, 16 éves. János Somorjai áldozatokra is emlékeztek Moson-Magyaróváron a gyásztéren. Október 26-án az egykori laktanya előtti sortűzben Kelemen Rezső 16 éves ipari tanuló életét vesztette, de településünkről többen megsebesültek, eltűntek itt. 57 évvel ezelőtt a békésen tüntető tömeg az egykori határőr laktanyához vonult, hogy átállásra szólítsák fel a katonákat, és levetessék a vörös csillagot az épületről. A határőrök géppuskával és kézigránáttal válaszoltak. Hát sajnos nagyon rossz emlékeim vannak. Én akkor 16 éves voltam, a bátyám meg 31. Az első sorba voltunk, és mellettem lőtték agyon, úgyhogy leszakadt az egész feje teteje. Összesen több mint 50-en lelték halálukat a téren, és több mint 80 embert sebesítettek meg a golyók. Koszorúzással és emlékező szavakkal 1990 óta idézik fel a gyásztéren történteket. Évek óta csak vágyakozás a régi idők magas véradó létszáma János Somorján és a környék több településén is. Rendszeresen közel 100-an adnak vért városunkban, ami a térségben jónak számít, ám a fele az évtizedekkel ezelőtti János Somorjai létszámadatoknak. A győri vérellátó szolgálat hétfő délutáni véradásán 115-en segítettek, 9 új véradót köszönhetett a szervezőhelyi Vöröskereszt. Főként a zárás előtt 5 óra tájban érkeztek sokan, ezért a szakemberek hasznosnak látnák, ha legközelebb az esti órákig tartana az akció. Továbbra is gond, hogy számos munkahely nem ösztönzi, inkább hátráltatja véradó dolgozóit. Igaz, van ellenpélda is, akad János Somorjai cég, amely évenként maga is rendez véradást a dolgozóinak. A felsősök közé fogadták az ötödikeseket az iskola Halloween hangulatú gólyabáján pénteken. A nagyok sorába lépő diákoknak vidám próbákat kellett kiállniuk, az iskolatársakat kacagtató műsorszámokkal kellett színpadra lépniük ahhoz, hogy elmondhassák a gólyaesküt. Gólyaságom tudattában fogatom. Fél lábon is kibírták a felsősé válásig a kis gólyák pénteken, a művelődési házban tartott avatóbálon. Mindenféle jóban feltétlen részt veszek. Részt is vettek mindenféle jóban János Somorja kis ötödikesei, mielőtt elmondhatták a gólyaeskük és átölhették az okleveleket. Vidám feladatok és kemény próbák elé álltak az osztályok, amit közösen kellett megoldaniuk. A diákok már előzetesen is felkészültek a versenyre. Ugye először megkaptuk a feladatokat, amiket előre meg kellett csinálni. Összegyűltünk, megcsináltuk őket, és utána már nem volt semmi dolgunk. Bemutatták az osztályt, közösségüket egy-egy kedves jelenettel. Táncoltak több zenei stílusra. Vidám sorversenyeket tartottak, tejet ittak szívószállal, vagy épp lekváros kenyeret ettek madzagról. A 3 ötödikes osztály számára a diák önkormányzat szervezte meg a bált.
a Dökösöknek embert próbáló komoly munka rendezvény lebonyolítása, ahol sok tapasztalatot is szereznek. Évelejétől új pedagógus vette át a Dök irányítását, ami a báloknál is hozott egy kis változást. Idén igyekeztünk egy témára felfűzni a gólyabál feladatait, mivel közel van a gólyabál időpontjához az ősziszünet és a Halloween, ezért úgy gondoltuk, hogy a Halloween témája köré csoportosítjuk az előzetes feladatokat és magát a bált is, a dekorációt is ennek szellemében intéztük el idén. A gólya eskü után már teljes jogú felsősként táncolhattak a bálon az ötödikesek is. Táncolunk! És jól érezzük magunkat. Mennyire tudtok az ötödikesekkel együtt bulizni, az így rendben van? Hát mi is átéltük az ő korukat, tehát megértsük őket. Ám a feladatok még nem fogytak el. A parketten is meg kellett mutatni az ügyességét mindenkinek. Szent János és Szent Péter évek óta közösen októberben rendezi a felsősi avatási bált, amikor már mindenki belerázódott az új év jelentette nehezebb helyzetbe, több tanulnivalóba, és jól is esik egy kis kikapcsolódás. A labdarúgó mérkőzések 8 perces összefoglalóit mostantól hétfő esténként a híradó után is megtekinthetik. A most már széles vásznú képújságunkban pedig megújult oldalakat találnak. Híradóval legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!